Harmadszor tért vissza Dunaújvárosba az Alpha City. Pénteken kezdődött és vasárnapig tartott az első Kalandpark Fesztivál. Készségfejlesztő zenei workshopot tartottak az MMK-ban. A DKS-a birkózó szakosztálya is tábort szervezett a fiataloknak. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Harmadszor tért vissza Dunaújvárosba az Alpha City, az Alfa Romeo autós találkozó, amelynek a Szalki-szigeti kemping adott otthont. Az elmúlt hétvégén több mint 1000 alfás és nagyon sok érdeklődő vett részt az autós és egyéb kísérő programokon. A főszerep természetesen az autóké volt, ráadásul nagyon sok különleges és ritka modellt is megcsodálhattak a látogatók. Az Alpha City, mint a rendezvény helyszín megjárta már az ország sok-sok nagyvárosát, de Dunaújvárosban most harmadszor építették fel Alpha City-t a Szalki-szigeten. Nem is véletlen a helyszín választás, hiszen a szigetünk olyan kiváló adottságokkal rendelkezik, ami ideális egy ilyen nagy rendezvényhez, ahová 1000-nél is több autót várnak. A szervezők is igyekeztek kitenni magukért, hogy az alfások is, meg az érdeklődő látogatók is jól érezzék magukat. Igyekszünk olyan programot összeállítani, ami nem csak az autó mániásokat érdekel, hanem így a családot is. Ezért idén például készülünk egy 20 fős táncprodukcióval mindkét nap. Vannak olyan gyerekprogramjaink, amik a legkisebbektől a 15-16 évesekig tök jó, lesz szimulátorunk, de azért természetesen az autó a fő tematika. Az egyik sztárvendégünk Vályi István, a Speedzone-nak az autós újságírója, őt már nagyon várják az alfások, ő holnap délután lesz. Illetve nagyon-nagyon sok autót próbálunk meg bemutatni a színpadon. Fölvisszük a színpadra, tulajdonosokkal beszélgettünk az autókról, és hát igazából ennyi. Rengeteg kiállítónk van, akik kisebb-nagyobb programot hoznak. Különböző kvízeket, felnyitató versenyt, stb. Stb. Aki szereti az autókat, aki szereti az olasz autókat, az egészen biztosan lubickolt a vizuális élményekben, hiszen újak és régiek, kicsik és nagyobbak, gyönyörű oldtimerek, minden megtalálható volt. Például egy 1973-as Alfa Zagato, amiből összesen 402 darabot gyártottak a legendás olasz design műhelyben. Ma 125 fut belőle még a világ útjain, Magyarországon pedig egyetlen darab Páli Romeo-é. Alfa oldtimer autókat gyűjtök, azon belül is a Zagato design háznak ezt a modelljét vettem meg először, mint oldtimer alfa. Ez egy nagyon ritka típus alfán belül is, és több ivánát kerestem ezt a modellt, és végül Németországban találtam egy olyan példányt belőle, amit úgymond kifizethető áron meg tudtam vásárolni. Egy éven belül kapott oldtimer rendszámot az autó, és azóta élvezem. Sokan jöttek sok helyről az idei Alpha City-re. Az Alpha szülőhazájából, Olaszországból 14 járkány érkezett. Van, aki Angliából vezetett le 1800 kilométert a fesztivál kedvéért, de voltak lengyel, cseh, román, osztrák, szlovén, szerb és horvát alfások is. Tóth János Nagy Igmándról követi az alfások mozgását, saját elmondása szerint megy mindenhová. Természetesen ide Dunaújvárosba is. 2016 óta vagyok Alfa Romeo tulajdonos. Van egy 156-os Alfa Romeo-m, 1.9 JTD, 115 ló, kicsit megpöccintve, olyan 130-140 ló a vége, nem tudom, még nem álltam rá padra. Úgyhogy szóval nagyon-nagyon szeretem az Alfa Romeo társaságát. Az Alpha City-n visszajáró mondat volt, hogy minden jó, minden remek, de a társaság a legjobb. Úgy tűnik, bár már tudjuk egy ideje, összetartó az alfások családja. A rendezvényről szóló beszámolónkat folytatjuk holnapi híradónkban. Pénteken kezdődött és vasárnapig tartott az első Kalandpark Fesztivál az egykori Vidám Park területén. A szervező önkormányzat háromnapos, könnyed szórakozást ígért kicsiknek és nagyoknak. A fesztiválra kilátogatókat koncertek, Vidám és Kalandpark és kertmozi is várta.
Az idősebb generáció emlékszik még az egykori IFI Park és Vidám Park rendezvényeire, programjaira. És ahogy péntek délután érkeztek a látogatók, bizony el is lehetett csípni egy-egy nosztalgikus élménybeszámolót, hogy 20-30-40 éve minek hol volt a helye, milyen koncert élmények kapcsolódnak a területhez. Nos, ez volt a múlt, és bár mindenki szívesen emlékszik vissza a régmúlt időkre, Dunai Város önkormányzata úgy gondolta, hogy épp itt az ideje visszacsempészni ezt az egyébként zseniális helyszínt a városi történések körforgásába, és hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Kalandpark Fesztivált, amiről már most tudjuk, hogy a következő hónapokban még kettő követi. És akkor menjünk szépen sorban, péntek és kertmozi. Péntek este mozi estel nyitott a Kalandpark Fesztivál. Nagy Ervin, Jászai Mari díjas színművész, Dunajváros díszpolgára pódium beszélgetése részeként árult el kulisszatitkokat a Kincsem című film forgatásáról. Pintér Tamás beszélgetett a színésszel, majd következett a mozizás és a Kincsem. Én azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvényre nagyon nagy igény van egyébként a városban. Látszik is abból, azokból a visszajelzésekből, hogy hányan fognak eljönni a holnapi nagy koncertünkre és Eipár Kalmára, de már látjuk azt is, hogy a következő nagy koncertek a Blaha Louisiana, illetve a Tankcsada mennyi embert mozgatott meg már most is, és mennyien vettek jegyet. Azt gondolom, hogy egyébként is fontos, hogy egy közösségi teret hozzunk létre itt a városból, ahova el tudnak jönni és közösen jól érezni magukat az emberek. Itt a Kalandpark Fesztiválban most mindent megtalálnak. Több olyan lehetőség van a Vidámparttól kezdve, a tényleg a kalandparkos részen át, a koncertek, a filmnézésen keresztül minden olyan rendezvényt megpróbáltunk most idehozni és összesűríteni, ami az emberek számára egyébként nagyon pozitív fogadtatásra talált. És teljesen pozitív fogadtatásra talált a Kertmozi, a Kincsem és persze Nagy Ervin, akiről tudjuk, hogy Dunajvárosban született, ezer szállal kötődik a városhoz. Sokan szeretik filmes szerepeit is, amiből akadt már jó néhány. Játszott a Hídemberben, legutóbb a Királyt formálta meg, és persze ott van a 2017-ben készült Kincsem, ami minden bizonnyal ikonikus történelmi filmként vonul a filmes történelembe, a dunajvárosi Nagy Ervinnel a főszerepben. A városomtól rengeteget kaptam, tehát hogy én nekem... mind akár normál állampolgári kiállásomban, mind művészileg, bármifajtaféle jellemrajzilag nekem ez a város egy elképesztő alapot adott, egy hihetetlen kapaszkodó a mai napig, és egy ilyen nagyon erős bázis, vagy minden, ami itt velem a gyerekkoromban történt, az lényegében pozitív volt. Abból merítkezem a mai napig, hogy én itt milyen emberekkel nőttem föl, milyen értékrendet kaptam, milyen sokszínű volt az én fiatalságom, és szerintem azt ennyi a minimum, hogy így hálálja meg az ember, hogy idejön és szeretettel beszél a város lakói előtt, és hát nagy büszkeség, de hát ezt a büszkeséget talán nem is nekem kell mondani, talán apámnak, anyámnak, de engem is a legjobb érzésekkel tölt el, mert igenis lehet profétának lenni néha a saját hazánkba. Vagy az ritka, de az egy nagyon jó érzés, amikor ennyire szeretnek, amikor hazatérek. És nem is jött üres kézzel, Nagy Ervin hozta magával a Kincsem című filmet és a kertmozizás élményét Dunajvárosba újra. Aki ott volt a Kalandpark nyitó estén, egészen bizonyosan nem csalódott. A Kalandpark Fesztivál beszámolóját holnapi híradónkban folytatjuk. Ritmusika fantázia címmel tartott készségfejlesztő zenei workshopot az MMK-ban táborozó gyerekeknek és érdeklődő fiataloknak a Lara Mesék Társulat. A múlt csütörtöki foglalkozás a közönség minden tagját megmozgatta. A csörgőké, ritmus hangszereké és ritmus játékoké volt a főszerep a Lara Mesék Társulat múlt heti foglalkozásán. Barkó Laura minden héten csütörtökön látogat el a táborozó gyerekekhez, és minden héten más-más programot állít össze. A foglalkozások egyike volt a Ritmuzsika című készségfejlesztő zenei workshop, amely a szószoros értelmében megmozgatta a fiatal közönség minden tagját. Ez egy készségfejlesztő foglalkozás, nagyon sok csörgőt hoztam, hogy a gyerekek tényleg kezükbe vehessenek. Volt, ami mungóbabbal volt megtöltve, volt, ami búzával, volt, ami csicseri borsóval, nem is feltétlenül ismerték ezeket a növényeket, de megszemlélhették, látszott, hogy egy adott hangszerbe, esetünkben mondjuk egy PET palackba, vagy bármilyen olyan műanyagedénybe, amit otthon megtalálunk, akár üveg, akár
fa, akár bármilyen kis dobozba belerakunk, valami kis csörgőt tudunk létrehozni, és hogy a mennyiségtől, a nagyságától függően milyen hangszert tudunk létrehozni otthon, ezt itt megtapasztalhatták a gyerekek, és hát nagyon aktívan részt vettek ebbe a muzsikálásba. A közös zenei élmény pedig beszippantotta a gyerekeket. Fiúk és lányok, fiatalabbak és idősebbek egyaránt muzsikáltak, követték le együtt a ritmikus gyakorlatokat. Mondták a madarak csicsergését a gyerekek. Tényleg magukévá érzik, magukénak érzik a zene alap kis köveit, amiből fölépül maga a zene, és hát igazából ez az üzenete ennek a foglalkozásnak, hogy egyszerűen tegyük magunkévá a kis építő elemeit, és hogyha már gyerekkorban van egy olyan élményünk, hogy hú, de jó volt együtt muzsikálni, akkor lehet, hogy később hamarabb vagy indítatást érez, hogy elmenjen egy táncházba, elmenjen egy koncertre, és ezzel is művelje, fejlessze önmagát. Az eheti program pedig ismét szójátékkal élve a Népi Játék Ok címet kapta. A beharangozó alapján erre a foglalkozásra is érdemes lesz elhozni a gyerekeket. Próbálok mindig valami szójátékot belecsempészni, pont azért, mert a laramesék az ebből épül, hogy viccelődünk, játékosan fogjuk fel az életet. Szóval népi játékok lesznek, és ezzel is rávezettem a gyerekekről, hogy népi játék az oké, jó lehet, nem kell mindig a számítógép előtt játszani. Ölbeli játékokkal készülünk, ami akár a kisgyermek, egész pici gyerekekkel jöhetnek ide a szülők, kis kezes játékokkal, csiklandozós, körjátékok, szaladgálós, minden olyan játékot próbálok így belesűríteni 45 percbe, amit könnyen meg tudunk tanulni, ki is tudjuk próbálni itt az MMK-nak az udvarán, és akkor utána ezt tudják vinni, vagy akár már délután itt a táborosok is tudják játszani. Ilyen volt a Munkásművelődési Központban szervezett tematikus nyári tábor sorozat harmadik hete. A programsor folytatódik, a héten a dínók kapják a főszerepet, csütörtökön pedig népi játék ok. Az elmúlt időszakban híradóinkban, magazinműsorainkban már bemutattunk több különböző sport és tematikus tábort. Ez alkalommal a DKS-e birkózó szakosztályához látogattunk el, ahol az edzők kéthetes elfoglaltságot szerveztek a szakosztály fiatal versenyzői számára. Nincs hiány a sportos táborokból Dunaújvárosban. A 2022-23-as tanévet követően a DKS-e birkózó szakosztálya is kéthetes tábort hirdetett a fiataloknak. A kezdeményezés nagy siker volt a gyerekek körében, akik egy-egy héten nagyjából 20 fővel vettek részt a táborban. A programokról, elfoglaltságokról Kis Károllyal, a szakosztály edzőjével beszélgettünk. Az iskola vége után rögtön megszerveztük ezt a kéthetes kis táborunkat, ugye az előző héten zajlott és ezen a héten. Hogy mondtad, most lett vége. Leginkább ott a kis birkózóinknak, de nyilván külsősök is jöhettek. Igazából egy ember próbálkozott, hogy végigcsinálja a tábor, de sajnos lebetegedett. Hát, és 9, 10, 11, 12 éves korú gyerekeknek szerveztük. A két hét során a fiatalok nem pusztán a teremben foglalatoskodtak, elmentek például az élményfürdőbe, illetve moziba is. De voltak a Szalgi-szigeten, és hazafelé nem maradt el a közös fagylaltozás sem. A gyerekeket fogadtuk 3-4-8-tól, ugye, hogy a szülők is el tudjanak menni dolgozni. Szóval 9 óra tájban volt a délelőtti edzés, ez egy másfél-két órás program volt, amiben természetesen egy komplet edzést megcsináltak a gyerekek. Utána tusolás, ebéd, és a délutáni program az változó volt, hétfőn például itt játékos program volt, kedden elmentünk az élményfürdőbe a gyerekekkel, szerdán moziba voltunk, csütörtökön, mivel bizonytalan volt az időjárás, itt maradtunk bent, és ma, ahogy lehet a háttérben látni, ma is játék van a gyerekeknek délután. Múlt héten voltunk itt a Szalki-szigeten, kikocogtak a gyerekek, visszafel a pandába elnyaltunk egy fagyit, és akkor visszasétáltunk. Bár a szakember szerint érződött az év vége a fiatalokon és a táborvezetőkön, azért a szórakozás mellett játékos edzésre és az idősebbekkel erősítésre is sor került. Persze ezt már nem vették véresen komolyan, elvégre mégiscsak a nyár a feltöltődés ideje.
jobban szeretik a játékos edzéseket, mi is azért igyekeztünk egy kicsit lazábbra venni. Inkább technikai elemeket vettünk, gyakoroltunk újdonságokat, végére természetesen egy kis erősítés becsúszott a nagyobbaknak, a kisebbeknek nyilván már nyújtás volt a végén, de mindenképpen inkább a játékos jelleg az, amit próbáltunk egy kicsit belevinni az edzésekbe. Földön, vízen, sió, persze a levegőben nem, de így is változatos helyszíneken és foglalkozásokon vehettek részt a dunajvárosi fiatalok. Hivatalos honlapjukon számoltak be a dunaújvárosi acélbikák jégkorongozói arról, hogy újabb játékossal kötöttek megállapodást a 2023-24-es szezonra. A 22 esztendős Marosi Máté 2021-ben csatlakozott a DAB gárdájához, így már a harmadik szezonjára készülhet Dunaújvárosban. Korábban a KNH-nál nevelkedett, majd a HK Budapest játékosaként köszönt be a felnőtt ligába. Első acélbikás évében 35, míg a legutóbbi bajnokságban 31 alapszakasz és 7 playoff mérkőzést játszott a bikák színeiben. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!